Sok szeretettel köszöntök én is benneteket, Önöket itt a Völgységi Múzeumban, és a Tudományos Esték rendezvénysorozat folytatódna. Nem is akármilyen megtiszteltetés ért bennünket, hiszen ma van a Föld napja, és Magyarországon szerintem ebben a legautentikusabban résztvevő kutatóhölgyet mutathatom be Önöknek, nektek, dr. Hajnal Klárát, akihez személyes kötődésünk is van, Regényi Lilla kolléganőmmel, a Nők nehezített pályán állandó moderátorával. Vállaltuk ezt a beszélgetést Klárával, hiszen már nagyon régóta jelenlődött a gondolat, hogy hogyan is tudnánk egy olyan eseményt szervezni, amelyben Klára partnerünk és meghívott előadónk lehet. Én ennél szerintem jobb alkalmat keresve sem találhattunk volna, hiszen Klára a fenntarthatóság kutatója, és olyan nagyszerű szervezetek és emberek partnereként dolgozott az elmúlt években, hogy ezt érdemes akár ilyen kisebb közösségnek is, de nagyobb publikum előtt is megmutatni. És nem utolsó sorban pedig azért is örülök, hogy megtisztelsz bennünket, mert Klára pályája, tanári pályája Bonyhádon kezdődött, és ehhez kapcsolódóan meg is fogalmaztuk közösen Lillával az első kérdésünket. A rövid bemutatkozást szeretnénk tőled kérni, illetve akkor térjünk ki Bonyhádon töltött éveidre és ennek hatására. Tanári pályára vagy az egész élet? Hát köszönöm szépen a felkérést igazgató úr és a kedves lányok részéről. Gondolkodás nélkül elfogadtam, mert tényleg a tanári pályám kezdődött, és úgy szoktam fogalmazni, és úgy fogalmaztam azóta is, hogy itt lettem tanár. Ez volt az első tanári évem, és én hatalmas sokat kaptam Bonyháttól. A tanítványokon keresztül, a szüleiktől, mert egy nagyon tisztelettudó, egy nagyon tudást, kultúrát, műveltséget tisztelő, elismerő és egy nagyon kellemes befogadó légkört tapasztaltam meg egy év alatt. Olyan szorgalmas diákokat, akikkel elítottunk művészettörténelemből országos versenyre, rögtön első évben is megszerették, és olyan kollégákat, akik mellett megtanultam, illetve megerősödött a pedagógus családból hozott értékrendem, hogy minőség, alázat, kultúra, tanulni, és elsősorban és legfontosabbként, hogy szeretni a tanítványunkat. Szeretet az a legfontosabb, és elfogadni őket. Olyannak irányítgatni őket, terelgetni őket, de hagyni a saját egyéniségükben. Úgyhogy ez az egy Bonyhád évén nekem meghatározó volt. Itt merült fel rögtön, hogy tudományi egyetemre fogok menni, ugyanis én a pécsi főiskolát végeztem el, tehát nekem általános iskolai tanári diplomám volt, és Schwarz Tibor igazgató úr, aki hihetetlen minőséget diktált el, és várt el, és értékelt a tantestület részéről, rögtön támogatta és kötelezett is, és egyébként már itt Bonyhád éven fölvettek a Szegedi Tudományi Egyetemre, ott aztán meg bekerültem diákként olyan tanárok közé, hogy a diplomamunkámra már doktorit javasoltak, hogy folytatni kéne. Aztán én itt egy év múlva férhez mentem, tehát nem önként vittek. Nem szívesen hagytam itt Bonyhádot, sírva hagytam itt, de hát vittek, és nem volt nagyon mese. 10 évig iskoláson dolgoztam, amit én nagyon megszenvedtem, képzeljétek el. Ugye mindenkit tegezhetek. Majdnem tudni, hogy én vagyok a legidősebb köztetek. És minden nap úgy ébredtem kiskohalas, minden nap úgy feküdtem le kiskohalason, hogy Bonyhádon felébredek és megyek Bonyhádon tanítani. Legalább fél évig minden nap, mire végre kiébredtem, és aztán közben elvégeztem a Jatét, közben bedoktoráltam a Jatét, és akkor visszahívtak a Földrajzintézetbe, ami akkor már egyetemi szint volt, és akkor tanítottam a lányokat is, és sok-sok-sok diákot, és körülbelül így ez a lényeg. És ami még nagyon-nagyon szép nekem, és ami miatt én nagyon hálás vagyok ennek a mai napnak, hogy hamarosan 70 éves leszek, és akkor ez így szép.
hogy itt kezdtem, majdnem itt fejezem be, mert van bennem egy ilyen érzés, hogy én már nagyon több előadást nem fogok vállalni, úgyhogy nagyon kereknek érzem is, és nagyon meg vagyok hatódva. Köszönöm szépen! És köszönjük! Szerettem volna kitérni természetesen, hogy akkor a szegedi pálya, de igazából megelőztél ezzel a gondolatsoroddal. Mi Pécsett találkoztunk egyébként Klárával, nagyon-nagyon hosszú ideig dolgoztunk együtt. Először tanítványom voltam, majd utána egy tanszéken dolgoztunk, nem mondom ki, hogy hány évet, de nagyon, ő volt az egyetlen hölgy a tanszéken, aki mintaként szolgálhatott mindenben, és bármi volt, hát anyukánk ugye messze volt tőlünk, de ha bármi adódott, akkor többen voltunk PhD hallgatók, de mindig Klárához fordulhattunk, ha segítségre vagy tanácsra volt szükség. És igazából a nők nehezített pályán projektünk kapcsán is, Klára volt az első, amikor felmerült a kérdés, hogy ebbe valóban belevágunk-e, aki azt mondta, hogy jól fontoljuk meg, mert ez nem az az egyszerű dolog, amire fel van készülve a társadalom, de hogy mi elszántan mégiscsak ezt az utat választottuk, és nem azt a részét, amire Klára annak idején is gondolt, hogy a nehézségekbe ütköző szakasza lehet az életünknek. Úgyhogy ezért örökké hálás is leszek, mert tényleg felhívtad a figyelmet arra, hogy talán más irányból is közelíthetjük a kérdést, nem feltétlen kell egyből belenyúlni a mélykasba. Igen, igen. És ez mélykas az van egyébként a mai előadás témája, amit a lányok találtak, én ezt a témát fenntartás nélkül elfogadtam, aztán kezdtem el hüledezni, hogy fú, de belenyúlunk ma a darásfészekbe, úgyhogy én a legfinomabb érzékeiteknek a legtökéletesebb befogadó szenzoraira szeretnék majd appellálni, hogy ne értsük félre, ne tekerjük tovább túlságosan, de tanuljunk belőle, mert ez a cím így együtt egy önmegváltás és világmegváltás. A világ összes mondja problémája benne van ebbe a címbe. A fenntarthatóságra most így fókuszálunk egy kicsit, akkor igazából a kutatói pályátnak az adta meg az alfáját és omegáját, hogyha erről egy pár gondolatot mesélni, hiszen olyan nagyszerű emberekkel találkoztál és dolgoztál velük együtt, nem csak országos, hanem nemzetközi projektedben is, ami megalapozta ennek az egész témakörnek a magját, akkor ez szerintem a közönség számára is érdekes lehet. Köszönöm szépen. Igen, meglepő módon Magyarországon ezzel a fenntarthatóság témával nem nagyon találtam partnerekre, akikkel nagyon-nagyon komolyan tényleg tudományos igénnyel lehetett volna foglalkozni, és így kerültem kapcsolatba dr. László Ervinnel, a világhírű filozófussal, akit béke Nobel-díjra is többször is felterjesztettek, megkapta a japán legmagasabb tudományos elismerését számtalan akadémiának, nemzetközi intézetnek, tiszteletbeli elnöke, igazgatója, alapítója, hihetetlen száznál több könyvet írt, világhírű zongora művész is, és én hallottam őt élőben Budán a valamilyen kávéházba. Az kitüntetett élmény volt, mert nagyon keveset embernek játszott már. No, László Ervinnel kerültem én kapcsolatba, és nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sok könyvét olvastam, gondolkodtunk együtt. A ő kapcsolatán keresztül jutottam el személyesen San Franciscóba, a Kalifornia Állam Egyetemre, és nyertem el a Berkeley-n a Templeton díjat, amit úgy nagyon jegyeznek a világban. Hát az a jegy 15 000 dolláros pályadíj volt annak idején. Képzeljétek el, annak idején, amikor volt a fizetésem, hogy 80 000 forint, 10 000 forintos óradíjat, 45 percre lemondva, 10 000 forintos óradíjat tudtunk fizetni a kollégáknak, meg mindenkinek szinte saját könyvtárat meg tudtunk venni a boltokba. Egyszerűen dobzottunk és élveztük. Egyébként nem pécsi kollégákkal dolgoztunk együtt. Az intézetből nem volt érdeklődés arra, hogy egy ilyen interdisziplináris programban részt vegyünk. Ennek a témája
tudományos vallás volt, a tudományos a vallás közeledése, analógiák és párhuzamosa a hindu vallás és a keresztény, illetve a modern tudomány között, úgyhogy úgy tartottunk órákat, hogy dupla órák voltak, 3-4 kollega a legkülönbözőbb témakörből, és akkor így, és akkor utána a diákokkal bele. És volt olyan diák, aki azt írta a ilyen kis beszámolójába, hogy jobban értem Jézust. Mert beszélgettünk Indiáról és az indiai kultúráról. Hogy jobban megérti a lényeget, az üzenetet. Na ez volt egy hatalmas nagy élmény, illetve hát az, hogy igen, én voltam a világon László Ervinnek az egyetlen egy doktorandusza, senkit nem vállalt el, mert annyi felkérést kapott, hogy megfogadta, hogy senki többet. Engemet elvállalt, sajnos a védésen nem tudott ott lenni, mert nem kapott lehetőséget időpont egyeztetésre, ezt most nagyon finoman fogalmaztam. És emiatt pedig üzente az intézet vezetőinek, hogy nagyon-nagyon itt szeretne lenni. Illetve hát részese voltam annak, hogy ő diszdoktorrá lett az egyetemen, bár a laudációk megint másra bízták egy férfi kollégára, hogy hát hogy mégis. És László Ervin sokszor volt a Pécsi Egyetemen, konferenciákat nyitott meg, sorozatokat nyitott meg, nagy örömmel jött mindig, és komoly érdeklődés volt közgazdászok részéről. Hatalmas nagy áttörések jelentek meg a gondolkodásunkban. És aztán a Budapest Klub, amely László Ervin nevéhez fűződik, és a Római Klubnak a ikertestvére, Budapest Klubon keresztül kerültem kapcsolatba Jane Goodall-lal. Engem kértek meg az első pécsi szereplésén, hogy legyek az Esterházy asszonya. Hát lányok, azt a mentális minőséget, amit ő produkált, szinte magánkívül beszélt, szinte ott volt a gombei erdőben, amikor vetített és mesélte a csimpánzokkal történő megfigyeléseit, kalandjait a természetről és az emberről. Másfél órán keresztül, és a gyereket négykézláb másztak ki a pulpitushoz. A fél ország ott volt, az Orvos Egyetem nagy aulájába. Iszonyatos tömeg volt. Aznap délután hozták a Szegedi Nyomdából a második magyarul megjelent könyvét, és aztán, amikor befejeződött az előadás, vastaps volt, akkor így szívta vissza azt az energiát, amit ő kiadott. Tehát így áramlott minden rezget, remegett. Tehát ott, aki nem tudott angolul, az is értette az angoljából, és amikor volt a diszdoktoria, felterjesztettük a Pécsi Állatkert munkatársaival együtt, akkor a hallgatók, diákok legnagyobb meglepetésére angolul volt, ami törvényszerű, tehát jogszerű, hogy anyanyelvén vagy angol nyelven történhet a doktori székfoglaló, és nagyon sokan angol nyelvtudás nélkül ültek be hallgatni a J-Budát, és jöttek oda utána, hogy tanárnő érte. Ez valami egész különleges. Egész különleges, ehhez képesség kell, meg olyan események, amiket Jane Goodall az Amíg élek, remélek című könyvben leírt. Én lányoknak különösen ajánlom, én nekem meghatározó volt a vele való találkozás is. És mindig példakép volt, hogy ő tényleg 100%-ig megtette a képességeihez viszonyítva azt, amit meg lehet tenni, hogy én vajon a saját képességeim és lehetőségeimhez képest hol vagyok. Hát nem, soha nem tudtam azt mondani, hogy 100%, de hát így alakult, azért igyekszem. És aztán Günther Pauli, szintén egyetemünk másik díszdoktora, őt közgazdász Nobel-díjra, a béke Nobel-díjra is felterjesztettük már róluk, róla majd fogok beszélni. Velük dolgoztam együtt nyári egyetemen, Günther Pauli Kégazdaság nyári egyetemén voltak saját projektjeim, illetve végig hallgattam az ő Kék gazdaság nyári egyetemét, úgyhogy voltak ilyen egész nagyon-nagyon szép dolgok, illetve tagja vagyok a Society for Organizational Learning Hungary,
tehát a tanuló társaságok, tanuló szervezetek Magyarország kuratóriának, illetve hát a Budapest Klubnak is külső kreatív tagja vagyok. Ez is egy komoly megtisztelés volt. És Pécsett is még egészen aktív vagy szerintem, mert hogyha néhány olyan projektet említünk, mint az Ökokutkor alapítványnak a fenntarthatósági projektje, vagy akár a pécsi kreatívoknál amennyi. Kulturális kreatívoknál, igen, annak is egyik alapítója voltam. A Ökokutkónak inkább csak szakmai munkatársa voltam, de Ivetli kuratórium elnöke voltam a Ökováros Ökorégió Komplex Nevelési Központnak, akik végzett környezeti nevelő, és óvodáknak, iskolásoknak tartottak kihelyezett programokat, illetve városi eseményeken, és még egy bocs, ugye ma földnap van. Hát Magyarországon, de úgy néz ki, hogy a világon is az első között mit csináltuk a földnapját Pécsen. Most sokat kerestünk dátumot, és nem tudjuk pontosan, hogy 87, 88 vagy 89-ben tartottuk az első földnapját Pécsen, képzeljétek el. Úgyhogy úgy van jegyezve a világban, hogy 1990-től. A legelső az 70-ben volt, de az egy egyedi földnapja volt, és akkor 90-től vált globálisan, mielőtt egy-két évben. Szent István parkba a saját lepedőimet kötöztük össze, és a gyönyörű szép vadgesztenyékre szögeztük ki, arra vetítettünk, és gyönyörű élmény volt. Jóval-jóval később egyszer meghívtak a Dunadráva Nemzeti Park Nevelési Központjába előadást tartani háziasszonyoknak ökotudatos életformáról, és aztán a végén a hölgy, aki engem felkért, és aki moderálta az estét, hogy annak idején ő éppen arra sétált a Szent István parkba, amikor meglátott ott bennünket, földbe gyökerezett a lába, hallgatott, én ezzel akarok foglalkozni. Elvégezte a biológiát az egyetemen, és környezeti nevelő lett, és annak a központja. Na, ilyenekért érdemes. Szóval ezek, meg az a meghívás, amit én most a lányoktól kaptam, ez egy tanár számára úgy Nobel körülbelül döbbet is ér talán. És ez egy gyönyörű szép pálya, nekem nagyon szép emlékem van, úgyhogy ezzel én befejezném az emlékezést. Ha találtok valami fontosabb még, ja, hogy jött nekem a fenntarthatóság? Hát úgy jött a fenntarthatóság, hogy szűk szakmai körből, és semmi köze nem volt az egyetemhez, baráti körből ökológiai tudatosság, természet, környezetvédelem, amivel én kezdetektől kezdve foglalkoztam. Jött ez a téma, és jött ez a fogalom, de hát a Pécsi Egyetemen nem. Illetve a top professzor főnökünk, aki az intézet tanszékvezetőnk volt, intézetigazgatónk, dékánunk, rektorunk, doktoriskolánk vezetője, és nekem témavezetőm. Én az ő előadásait mindig kötelezően hallgattam végig, mert bármikor jött a titkárnő, hogy professzor úr, menni kell, és akkor én mondatot átvettem, folytattam, legtöbbször én vizsgáztattam, talán benneteket is én vizsgáztattam a Tóth prof helyett, mert nem ért rá vizsgáztatni. Na és végigültem az előadásait, és hallgattam, és bizony-bizony rá kellett jönnöm, hogy amit mond, az a valósággal már nem adekvát. Az a fejlődés, amiről ő beszél, az már egyre több problémát hordoz magában. Mind a népességben, mind a településben, mind a környezetünk általános állapotában. És hát az a paradigma, hogy növekedjünk gyorsabban, nagyobbra, stb. Minden ez a fejlődés útja, hát ez számomra egyre szigorú kritika alá került. És aztán, amikor már megjelentek az első hozzáférhető szakirodalmak a fenntartható fejlődésről, akkor azokat kézbe véve, fordítgatva, meg ami magyarul megjelent alternatív forrásokból, azokból kezdett, és hát egyedül kellett ezt nekem mind megcsinálni, ami hát egy többen veres munka lett volna, munka volt. Amár egyszer nekiálltam, akkor bevállaltam és végigcsináltam, úgyhogy az nekem is nagy élmény volt, igen, hogy a védés után a bizottság valamennyi tagja jelentette, hogy hát ez nagy doktori minőség, és Lám István kérdezte később, hogy mikor fogadhat engemet az akadémián. No, lányok, ennek ellenére én idő előtt
nyugdíjas meglettem adjunktusként, és úgyhogy évről évre szerződéssel 30 éven keresztül lebegtetve, na most ez nem a panasz, hanem a dolognak a másik oldala, és hogy mit jelent az, hogy ökofeminizmus és nők nehezített pályán. Ettől függetlenül ezeket csak a korrektség miatt mondom el. A háztartásunk az egy olyan munka, hogy meg egy nő, meg egy tanárnő, hogy amíg tartja az órát, addig húha a gyerek tornacipőjéből ki a fűzőkkel ne felejtsem este hazafele menet megvenni. Minden irányban tudom gondolkodni. És a fenntartható fejlődés az egy ilyen minden irányba kiterjedő gondolkodás, amit nagyon nehéz megfogalmazni egy disszertációba. Ugyanis a disszertáció, a tudományos pálya az maga a maszkulinitás. Igaz? Racionális, bizonyítható, ellenőrizhető, ismételhető, laborálható, mérhető, számítható. A világ ilyen módon történő megismerése. Ellenben mi nők nem ilyen módon ismerjük meg a világot. Egyik nagyon régi éjszakai felkészülésem során globális világproblémákra készültem másnapi órára, és népességrobbanás, háborúk, fáj a hátam, éhes vagyok, álmos vagyok, fáj a lelkem, megsértettek, megbántottak, menekültek, árvíz, tűzvíz, földrengés, minden így keveredett bennem. Nem tudtam, hogy hol kezdjem el írni a anyagot. És úgy összeállt bennem minden, hogy én és a bolygó, annak összes problémája, fájdalma, öröme, mert így pillanatonként. És akkor éreztem át azt, hogy ez a világ egy egylényegű világ, hogy a bolygó él, élő lényekből áll, én is ennek a hatalmas élő lénynek vagyok, elválaszthatatlan része az, hogy most maradtam ruha, meg maradtam bőr, hát az egy dolog persze, hogy van. És ezt az egységélményt kellett nekem aztán így lineárisan megírni. No, hát akkor megint jöttek a problémák, és kénytelen voltam nagyon komoly pszichotréningeket bevállalni, hogy a két agyfélteke közötti minimális idegpálya átjárást egy kicsit tágítson, hogy én ezt a komplex élményt, mert ez egy annyira bonyolult dolog, ami a világ, meg ami az ember, hogy ezt a hatalmas nagy minden mindennel összefüggés, bárhol elkezdhetem, na én ezt így lineárisan le tudjam írni 180 oldalba, és racionálisan körülbelül. Hát elég sokáig dolgoztam rajta, már kockázatos is volt, hogy nem bírom elfejezni határidőn, de aztán sikerült, szólnakom be, és akkor örülök neki, mert ennek a nagyon kemény munkának rengeteg hozadéka volt. Fegyelmezettebbé vált a gondolkodásom, hogy nem sértünk meg senkit se, ha másként gondolkodik, hiszen az ember első olvasatra gondolhatja azt, hogy ők a hülyék, én vagyok az okos. Nem. Ő más program szerint, más program van neki föltéve. Nincs vele semmi baj. Ugyanolyan okos, mint én. Csak én nekem már más program van föltéve. És jelenleg az emberiség olyan időszakba keveredett, hozta magát, hogy még élnek, sőt dominánsak a régi programok, de már itt van az új program, a fenntartható fejlődésnek a paradigmája, az új program. És mindig úgy tanítottam nektek, hogy ez egy kakukktojás tantárgy, még a régit meg kell tanulnatok, mert arra kaptok diplomát, meg munkahelyet, de ezt az újat is tanuljátok meg, mert 10-20 év múlva már ez lesz a valóság. Ebben lehet, hogy tévedtem, nem tudjuk, hogy mi lesz 10-20 év múlva. Kérdés? Jó. Akkor én egy kicsit visszarepülnék még az időben. Mi volt az a pont, amikor eldöntötted, hogy a tudományos és a kutatói pálya lesz az, amit választasz? Mi volt az inspiráció erre? És hogy hogy jöttek ezek a típusú irányok vagy utak a te életedbe? Hát, ez kicsit a magánéletre is reflektál. Kis
iskolason nénni férhez mentem, aztán született egy gyönyörű szép okos lányom, persze hát az. Aztán válóper lett a vége, és akkor úgy döntöttem, hogy nem az önsajnálatot választom, hanem folytatom a kutatást, és abból írtam meg Szegeden az első disszertációmat. És aztán pár évvel később a Kiskolosi Gimnáziumban szembesültem az a kemény mondattal, hogy ha alkalmatlannak érzem magamat a pályára, akkor segítenek a távozáshoz. Az igazgatóm, meg a helyettesem, meg a felesége biológia földrajzosok voltak, én abból doktoráltam, hát kicsit cikke volt, no. Erről ennyit, és akkor meg ebben volt keményen politika, tehát lakitelek. Lakitelek ebben keményen benne volt, én Kiskoloson megismerkedtem, és életemre szintén óriási hatással volt Pap Gábor művészettörténész. Nagyon sokat dolgoztam vele Kiskoloson, kisinasként, és Pap Gábort a szellemi minősége, értékrendje miatt az előző rendszer eléggé komolyan diszkriminálta. Távoznia is kellett a városból, és akkor fél év múlva én is távoztam. Akkor, amikor már hívtak Pécsre, korábban is hívtak Pécsre, nem hatott meg a tudományos karrier, de amikor távozásra szólítottak, akkor bizony jöttem. Nem állt olyan távol, mert én nagyon-nagyon élveztem az első kis doktorit, meg mind a két diplomamunkámat nagyon élveztem. Tehát ez a kíváncsiság. Nekem az első földrajztanárom az apám volt. És ami még fontos, mert most hatalmas cirkuszok vannak a magyar oktatás ügy között. Én őrségi kisiskolába jártam, nagy részt képesítés nélküli tanárok tanítottak. És itt vagyok. Semmi probléma ezzel nem volt. Apám tanította a biológiát, a földrajzot, a történelmet, a kémiát. Sokszor nem tudtuk, hogy melyik órán vagyunk. Hallottuk a kisebbeket, hallottuk a nagyobbakat. Szinte természetesen rendszer szemléletben tanultuk meg a világot. És én meg otthon mindig nyúztam az aput, hogy apu, ez hogy van, miért? Vagy apu, kérdez, és akkor én válaszoltam. Tehát ez a velem született kíváncsiság, amit hála Istennek nem nyomtak el, bár ugyanilyen hátrányos helyzetű pedagógus gyerek voltam, mint körülbelül az összes többi és a saját lányom is, hogy ez a kíváncsiság, ez így bennem volt mindig, és a felismerés élménye, hogy amikor a homok hátságban meglátok egy növényritkaságot, és térdre zuhanok, hogy Úristen, és remegek, hát ez nincs benne még a szakirodalomban se, vagy mocsárba térdig áprilisba, és is tehát virágzó vidrafű állomány, hát nincs a Duna-Tisza közé, már jégkorszaki reliktumfalok és ehhez hasonló dolgok. Vagy amikor írom a disszertációmat, és akkor előtte megjelenik Gandhi képe, hogy jól van kislány, ügyes vagy. Szóval ezek olyan fantasztikus élmények, endorfin keletkezik, nem tudom, szeretném erre felhívni a figyelmeteket, és én a mai napig tanulok, mert a kreatív üzemmód az egészségnek az egyik feltétele. Nem a jó orvos, meg az egészséges táplálkozás, hanem a kreatív szellemi létforma. Amikor írtam a disszertációmat, nem volt időm elmenni boltba. Vízbe grízen éltem heteken, hónapokon keresztül, de kiizzadtam és rohangáltam a lakásba, amikor úgy éreztem, hogy na, olyan dologra jöttem rá, amit még nem írtak le. Fantasztikus élmény. Szóval ettől ne fosszuk meg magunkat. Nem baj, ha nem a spanyol riaszt fedezzünk föl, a saját magunk számára. Saját magunk számára. Viszont itt egy nagyon fontos dolgot említettél, hogy egy ilyen holisztikus szemlélet és oktatás is kellene ahhoz, hogy ez így működhessen. Vagy hogy így, hogy jól működhessen. Igen, ez kellene, valóban ez kellene. Majd elhangzik, mert még az ENSZ is leírta a holisztikus fejlődés modellnek a szükségességét. Ez kellene, mi ehhez lányok könnyebben hozzáférünk. A szereteten keresztül, a anyaságunkon, a házi asszonyságunkon keresztül. Hát nem véletlen, hogy hozzám jöttetek, mert egyetlen lány voltam én az irodába. De volt olyan fiú is, aki bejött, hogy ő hadd töltődjön föl nálam, hadd nyugodjon meg nálam. És rendszeresen bejárt, és csak annyi, hogy leült, és akkor aztán ment. Voltak ilyen nagyon nehéz, nagyon szép felemelő élményeim, amikor
ahogyan mondtad, hogy hát anyu akkor már nem volt ott, meg az apu, hogy bizony jöttek tanácsot kérni, véleményt kérni. Én előtte két-három évig kollégium nevelő tanár státuszban voltam, és akkor ott megszokták a diákok, hogy anya kettő vagyok, még ma is kapok úgy levelet. Anya kettő, megszületett a kisfiam. Ez megint fantasztikus élmény a tanárságban, és ez mind bonyhában gyökerezett, mert annyira jól éreztem magamat abban az egy évben, hogy utána már nem volt kétség. Még akkor sem, amikor kiskorosan azért egy egészen más típusú általános iskolai környezetbe. Most gondoljatok erre egy kundreformátus társadalmat, ami hihetetlenül zárt, és 10 év után is még együtt ment vagyok, és ehhez hasonló dolog. De azért ott is kellett azért az a 8-10 év, és akkor is azért ugyanállag jól éreztem magam. Mi az, ami feltölt a szabad idődben, amikor nem a tudományos és az E-típusú pályával foglalkozom, mi az, ami belül tölt? Hát a madárcsicsergés. Van egy óriási fánk körülbelül, amit ugye, és én felálltam az egyetemen még idő előtt, mert több szempont miatt is megsértődtem, nem fontos joggalokkal, és kiköltöztünk falura, hogy úgy éljünk, ahogyan én azt gondolom helyesnek. Jó messzire, a Zselic déli lábainál vettünk egy nagy portát, meg egy nagy házat, és óriási diófával, és akkor ott sárga rigók is vannak ám. A diófán, 2 éve odafiszkelt. Ez az egyik nagyon-nagyon feltöltő, én ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Leülni, behúny szemmel, csak figyelni. Na most ez a figyelem, ez úgy kitisztítja az agyat, és úgy feltölti, annál többet, és így van. Szeretek nagyon zenét hallgatni, internet segítségével néha utazok, néha megnézem azokat a filmeket, amikre bizony egyáltalán nem volt idő az életemben, mert tanulni, meg tanítani. Igen. Meg hát a kerti munka. Megvan egy cicánk. Az első állat az életemben, test közelben. Kimaradt és óriási élmény, tehát a természet közelség mindenek felett. És hát az, amikor a saját zöldségből készül az ebéd, és az a jó érzés, hogy fáról enni a friss fügét, meg a meggyet, meg az összes tövét, és izgulni, hogy az idén először lesz-e kivi termésünk. Na, tojaszilva már termet szépen, no, úgyhogy élvezem. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor szerintem az előadást hallgassuk meg, kicsit átrendezzük itt a terepet. Igen. Nekem az okos támla annyira...